Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerdlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk itt mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világnak az alakulásával? De lehet, hogy nem készítettelek föl erre benneteket kellőképpen, nem pedig? Én mondtam, csak nem biztos, hogy vettétek komolyan. Vagy elég komolyan nem vettétek. Tehát akik ugye hallgattak engem már régebb óta, főleg ugye akik esetleg évek óta, vagy netántán még régebben, azok ugye tisztában lehettek azzal, hogy ugye lesz egy ilyen helyzet, de ugye hát egy olyan helyzet van a világban, ami ez olyan, mint egy színház. Tehát a színházban van egy, le van húzva a függöny, vagy össze van húzva a függöny, és nem tudod, hogy mi zajlik a függöny mögött. Érted? Tehát az emberek csak azt látják, hogy mi van a függöny előtt. És az, hogy a függöny mögött mi van, azt az emberek nem látják. Én elfelejtettem lenémítani a telefonomat. Nem is adtam oda? Gyorsan lenémítom. Oké. Köszönöm. Szóval lényeg az, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki beavatott ebben a kérdésben, hogy vajon mi zajlik a függöny mögött. És hát van egy érdekes dolog itt a világ alakulásában, hogy ugye hallani olyan dolgokat, hogy a 100%, tehát az emberiségnek az 1%-a irányítja a 99%-ot, de ez nem igaz. Tehát ez nem igaz, mert nem az 1% irányítja a 99%-ot, hanem a 10 000-ek irányítja a 9999-et. Oké? Tehát körülbelül ez az arány. Tehát hogyha a 8 milliárdod visszaosztod ugye 10 000-rel, azt mondja, hogy akkor gyakorlatilag kijön, hogy körülbelül olyan, ha jól számolom, olyan 8 000 ember irányítja ezt a bolygót. Oké? Jól számolok? 8 000-szer lehet, hogy rosszul számolok. Mennyi az? Tehát ugye vegyünk le a 8 milliárdból 4 nullát. Ez azt mondja, hogy 8 milliárd. Akkor 800 000. Tehát 800 000? Na hát akkor 800 000 ember körülbelül irányítja. Tehát itt ezen a bolygón nem minden századik ember irányít. Hát ez az óriási tévedés. Tehát ez körülbelül 800 000 ember. Tehát még egyszer azt mondja, 8 milliárd, akkor nézzük, azt mondja, hogy 800 millió, 80 millió, 8 millió, 800 000, teljesen jól mondod, így van. Tehát körülbelül 800 000 ember irányítja ezt a bolygót, nem több. Tehát az azt jelenti, hogy minden 10 000-dik. Tehát Magyarországot, ha ugyanezzel a számmal nézed, a 10 milliót, körülbelül 1000 ember irányítja. És ez nem a parlamentben ülnek elsősorban. Persze van közülük a parlamentben is, de ez az 1000 ember, ez a háttérben van, érted? Nagy részben. És ugye ebből a 800 000 emberből is itt a bolygón a nagy része az háttérben van, a függöny mögött van. És az emberek csak azt látják, akik a függöny előtt állnak, és annak hisznek, amit a függöny előtt lévő emberek mondanak. De ugye nem ez a helyes megközelítés, mert ugye
Hát hogyha egy esetleg valaki tanulmányozott ilyen, hát úgynevezett összeesküvés elméleteket, amik ugye gyakorlatilag összeesküvés elméletek, ha jobban megnézzük, és most megnézi az ember mondjuk azt, hogy most mi van, és mik voltak ebbe az összeesküvés elméletekben, akkor azt látjuk, hogy furcsa mód az összeesküvés elméletek összepasszolnak a jelennel. Furcsa mód. Biztos ez teljesen véletlen, bár ezen a bolygón semmi nem véletlen, de tételezzük fel, hogy véletlen, jó? És itt volt ugye évtizedek mióta te élsz, éltél egy világban, vagy éltünk egy világban, ugye ez még nálunk még változatos is volt ez a világ, mert ugye főleg ha valaki idősebb, esetleg megélte még az első vagy a második világháborút, akarom mondani, utána megélte egy viszonylag rövidebb ilyen demokratikusnak alakuló dolgot, utána él diktatúrában, utána most meg kapitalizmusban él, tehát így eléggé változatos volt ugye ezen a környéken, itt mondjuk Magyarországon vagy itt a Kárpát-medencében az emberek élete, de hát egy mondjuk az én korosztályomnak is azért sikerült megélni legalább két rendszert, és itt a Kárpát-medencében megéltünk egy ugye egy diktatórikust, megélünk egy kapitalizmust, és de hát most egy harmadik rendszert élünk igazából, ez a, ugye amit én neveztem el, ez a demokratikus, diktatórikus liberalizmus, ez a Dedili rendszer, és ugye ez ilyen kicsit furcsa ez az egész, ami van, és de ugye én már régóta beszélek arról, hogy, a világban nagy bajok lesznek, elsősorban és másodsorban bizonyos dolgokból, az elsősorban az, hogy, rengeteg olyan embert kell eltartani, aki nem termel, nem dolgozik, nem hoz hasznot, és egyáltalán nem, tehát nem járul hozzá a, az emberek életéhez. Ez az egyik probléma, a másik probléma pedig ugye az más jellegű, de az majd mindjárt eszembe jut, mert az előbb eszembe volt és közben elterülöttem, de lényeg az, hogy az első, a fő probléma, ugye az a fő probléma itt a bolygón, hogy ugye egy ilyen demokratizálódás indult el ugye a második világháborút követően, méghozzá elég hamar, és ennek az lett a, következménye, hogy, az emberek azok ugye ne dolgozzák végig az egész életüket, hanem majd elmennek nyugdíjba, és hát ugye addig semmi gond nem volt, míg sok volt az eltartó és kevés az eltartott, tehát kevés ember volt nyugdíjba, de onnantól kezdve, amikor ugye lehetett arra számítani, hogy sok lesz az eltartott és kevés a dolgozó, tehát magyarul visszaesik a népesség növekedési arány, ugye a fiatalok aránya, és gyakorlatilag megnövekszik az idősek aránya, abból lehetett előre látni, hogy ez óriási problémákat fog okozni. Tehát ezt úgy hidalták el át gyakorlatilag az országok, ahol ilyen problémák vannak, hát Afrikában nincsenek ilyen problémák, mert nem élik meg az időskort, tehát ott vannak ilyen problémák, ahol nő az átlag életkor, és egyre több és több az idős, és hát azokat el kell tartani.
Ráadásul gondoljátok végig, hogy ez régen úgy működött, én most a saját bőrömben ezt tudom. Például annak idején a nagyapám meghalt végelgyengülésben, úgyhogy semmilyen orvosi kezelést nem kapott hozzá. A másik nagyapám meghalt úgy, hogy beverte a fejét, és semmilyen orvosi kezelésben nem részesült anno annak idején. Ez egyébként a 70-es, 80-as évekről beszélek, hanem simán belehalt ebbe abba, hogy beütötte a fejét 80-valahány évesként. És ugye mind a két nagyapám így halt meg. Tehát ők haltak meg akkor annak idején. Na most mondok példát, hogy világos legyen, most ha valaki ugyanilyen helyzetben van, rögtön viszik orvoshoz, rögtön kap orvosi kezelést, és még egy jó pár évet ellátják őt orvosilag, hogy tovább éljen. Igaz, hogy szenvedi az életének azt a szakaszát már, de ezt látni. Tehát ha anyám például most nem kórházban lenne, és már mit tudom én, hanyadik infúziót kapja, hogy ne halljon meg, akkor már rég meghalt volna, érted? Már rég meghalt volna. Tehát, és úgy hívták volna a múltban ezt a halált, hogy végelgyengülésben meghalt. De az emberek már nem tudnak végelgyengülésbe meghalni, mert egyszerűen föltuningolják, ami azt jelenti, hogy gondold végig, addig is valakit el kell tartani. És az pénzbe kerül. Érted? Tehát lehet, hogy ez úgy tűnik, mintha hogy ez abszolút nem lenne humánus, de gondolkozz logikusan, évezredeken keresztül az emberek úgy haltak meg, hogy az életük utolsó szakaszában, a haláluk előtti időszakban nem kaptak orvosi kezelést. És ezáltal nem szenvedtek. Vagy legalábbis közel nem szenvedtek annyit, mint a mostani emberek. Tehát én például látom ott, ahol édesanyám van a kórházban, hogy ott vannak a betegek, érted, az idős, a nagyon idős betegek, és gyakorlatilag ott szenved mindenki, kivétel nélkül. Szenved, és életben tartják őket hónapokig, évekig, érted, mire meghalnak. Hát én ezt úgy gondolnám, hogy ezt úgy hívják, hogy emberkínzás. Tehát régen egy természetes folyamatban a nagyapám, az egyik, a pesti nagyapám az 3 hónap alatt ment el. Érted? Végelgyengülésben. Tehát Indiában ez úgy működik, hogyha valaki idős lesz, fogja és elvonul egy ilyen időseknek fenntartott házba, és utána elkezdi, de nagyon az időseknek ezt meg se kell csinálni, hogy megvonja magától a vizet, meg az élelmiszert, és szépen meghal. Érted? Na most ez itt nyugaton ez úgy működik, hogy fogják és fenntartják. Hiába nem eszik rendesen, hiába nem iszik rendesen, fogják és fölrakják infúzióra, és már túl is élte azt az időszakot. Érted? És akkor megint leesik a lábáról, megint. De úgy gondolt, hogy ezek az emberek nem tudnak más, csak feküdni. Tehát nehogy azt itt, hogy bármire képesek, semmire nem képesek, csak arra képesek, hogy fekszenek. Világos ez? És hónapokon, éveken keresztül csak fekszenek. Gondold végig, ha neked hónap, ilyen korban, amiben most vagy, hónapokig, évekig csak feküdnöd kellene. Érted? Hogy éreznéd magadat? Tehát gondold végig, az milyen élet? Az nem élet, azt úgy hívják, hogy szenvedtetés. Régebben az ilyen emberek simán elmentek. Miért? Mert vagy kiszáradtak, vagy valami hasonló, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egyszerűen a szervezet nem jutott hozzá ahhoz a vízmennyiséghez, ami az kell, és leállt a szervezet ezáltal. És ez nem hosszú évek alatt történt meg, hanem mint például a nagyapámnál 3 hónap volt, érted? Tehát 3 hónap alatt jutott oda, hogy az aktív mozgásból eljutott oda, hogy úgy legyengült, hogy meghalt. De ugyanígy volt a Mariannak a nagymamája, mind a kettő, ugyanígy volt
ez mind múlt századi történet, ugyanúgy volt az ő egyik nagyapja is. Ugyanígy, pont ez a halál volt nekik, hogy gyakorlatilag eljutottak oda, hogy már nyűg volt a mozgás, és onnantól kezdve ágynak estek, és gyakorlatilag pár hét, pár hónap alatt maguktól meghaltak, érted? És nem szenvedtették őket évekig. Ezt most csak azért mondom, most gondold végig, hogy mondjuk csak itt Európában hány időst szenvedtetnek így, és az vajon mennyi pénzbe kerül? Gondoljátok végig. Jó? De az csak az idősek. És mi van azokkal, akik tényleg a társadalomnak már nem hoznak semmit? Azokkal mi van? Tehát magyarul a társadalom eltartja őket. Gondold végig. Gondold végig, például az egész nyugati társadalomban nincs annyi bevétel az államnak a dolgozók részéről, tehát a dolgozók nem fizetnek annyi adót és járulékot, mint amennyit az államok kifizetnek nyugdíjban. Érted? Tehát nincs annyi. Most gondold végig, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az államok a nyugdíjak egy részét hitelből finanszírozzák, hát lassan évtizedek óta. Mikor kezdődött ez az átfordulás? A századfordulóval. Tehát ami azért mondom, hogy évtizedek óta, hogy lassan 20 éve. Érted? És egyre rosszabb az arány, mert egyre kevesebb a dolgozó, egyre több az idős. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyre több és több pénzt kell hitelből finanszírozni, mert ugye az államok a nyugati társadalomban sehol nem gazdálkodnak, a szocializmusban gazdálkodtak, de a nyugati társadalmakban nem gazdálkodnak, ami azt jelenti, hogy az állam az kizárólag a dolgozóktól befolyt bevételekből él, tartja fönn magát. Oké? És még, hát, de ha megnézed, minden onnan származik, mert a jövedéki adó is onnan származik, a vám is onnan származik, minden onnan származik. Ugye ráadásul ugye vámbevételei itt a kedvezményes izéknél, vámolásoknál sem olyan mértékű, mint régen, ugye ilyen vám, olyan mértékű vám kedvezmények vannak, hogy nulla adó, érted? Tehát onnan se tudnak bevételt szerezni az államok. Most gondold végig, hogy ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezt a rendszert, amit működtetnek a nyugati társadalmokban, ezt az adókból finanszírozott nyugdíj, ezt úgy hívják, hogy felosztó kirovó rendszer. Ezt most nem azért, tehát nehogy félreértsétek, tehát nem bántani akarom az időseket, csak tisztába akarom rakni, hogy megértse mindenki ennek a rendszert. És nem is azt szeretném, hogy a fiatalok fújjanak, tehát a dolgozók fújjanak az idősekre. Tehát nem az idősek tehetnek erről a rendszerről, amit úgy hívnak, még egyszer mondom, hogy felosztó kirovó rendszer, hanem maga a rendszer tehet erről. Tehát azok, akik ezt kitalálták, és azok, akik azóta is működtetik. Régen ez úgy működött, hogy az időseket a családok saját maguk tartották fenn. Ezért ugye mit csináltak régen az emberek? Több gyereket nemzettek. Miért? Hogy abból biztos legyen egy, aki majd eltartja azt az időst. Világos ez? De azért egy gyereknél nem biztos, hogy az az egy gyerek majd el fogja tartani a nyugdíjast, vagy a két nyugdíjast. Világos ez? Mert itt két nyugdíjasról van szó. Illetve nem is ki nyugdíjasokról, mert idősekről. Tehát ezért régen bebiztosították magukat a szülők, időben bebiztosították, mert nem volt szociális rendszer, oké? Hanem egy olyan szociális rendszer volt, hogy a saját családtagjaik finanszírozták ugye a nyugdíjasokat, és tartották el nyugdíjas korukban. Akik természetesen amiben tudtak, azért besegítettek a családban, ezért működött ugye sokáig, évezredeken keresztül a három generációs családmodell. De ezt az egészet ugye felrúgták, a három generációs családmodelleket, de még most is működne a három generációs családmodell, ha nem egy-két gyerek lenne jellemzően. Tehát hogyha 8 gyereke lenne, vagy 6 gyereke lenne
egy családnak, érted? Annak nagy valószínűséggel egy biztos, hogy ott maradna a szülőkkel. Világos ez? És ha egy ott marad, akkor megoldható az, hogy a nyugdíjasoknak a létét az biztosítsák. Értitek ezt? Vagyis nem a nyugdíjasoknak, bocs, az öregeknek a létét. Most nem, nem ez lett. Teljesen felrúgták ezt a rendszert, tehát ezt a rendszert lehetett volna a jelenben is működtetni. Lehetett volna nyugodtan azt mondani a múltban, hogy figyelj, úgy gondoskodj a gyerek létszámáról, hogy amikor idős leszel, ki fog téged eltartani, mert nincs egy szociális rendszer. Érted? És akkor lett volna elég gyerekszám, világos ez? Akik el tudták volna tartani az időseket. Világos ez? De nem így csinálták, tehát gyakorlatilag a főgórék elcseszték az egészet úgy, ahogy van. Érted? És mondom, az egész nyugati társadalom ezért van eladósodva ilyen mértékben, mert a szociális ellátást képtelenség a bevételekből finanszírozni. A szociális ellátás nem csak a nyugdíjak, hanem az egészségügyi ellátás is. Oké? És a segélyek is természetesen ide tartoznak. Tehát ezeket nem lehet azokból a bevételekből. Honnan tudom? Ezzel foglalkoztam. 94 augusztusától 2000, azt mondja, decemberéig, nem, 2001 nyaráig, érted? Az 7 éven keresztül, vagy 8 éven keresztül, 7 éven keresztül, ezzel foglalkoztam. És utána is ehhez hasonlóval foglalkoztam, még egészen 2007-ig. Tehát egy ilyen testvér, ennek a testvérével foglalkoztam, úgy is lehet mondani, ami egy kicsit ehhez kapcsolódott. Na mindegy, lényeg az, hogy elég sokáig foglalkoztam ilyen dologgal, de nem, nem amatőr szinten, most nehogy félreértsétek. Pénzintézet, ilyen jellegű pénzintézet vezetője voltam, önkéntes nyugdíjpénztár, piacvezető, önkéntes nyugdíjpénztár vezetője voltam 7 éven keresztül. Világos ez? Ráadásul nem egy önkéntes nyugdíjpénztárat hoztam létre, sőt még olyan pénztárat is hoztam létre, amit nem önkéntes nyugdíjpénztár volt, hanem magán nyugdíjpénztár volt. Jó? Tehát még annak is voltam vezetője, de ott nem sokáig tűrte az állam, hogy annak a vezetője legyek. Jó? Tehát maradjunk ennyibe. No, tehát lényeg az, hogy eléggé tisztában vagyok ezzel a kérdéssel. Szerintem az átlagnál sokkal, sokkal, sokkal jobban tisztában. Ezt úgy hívják, hogy demográfia részben, és úgy hívják, hogy hát mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten ilyen szociológia. Szóval lényeg az, hogy nagy baj van, ezt én mondom, tudjátok mióta? 90-es évek óta mondom, hogy egyre nagyobb baj lesz ezzel kapcsolatban, és mondtam azt is, hogy mikorra lesz a legnagyobb baj, ezt úgy jósoltam, hogy 2007-től már, 2017-től, bocsánat, 2017-től már nagyon nagy baj lesz. Azt láttam 2017 őszétől, hogy mesterségesen elodázzák ezt a problémát, szerintem valamit ki akartak találni ennek a problémának a megoldására, de erre semmilyen pénzügyi szakember nem tudott megoldást, ezt csak úgy mondanám. Tehát a világon nem volt olyan pénzügyi szakember, aki erre megoldást tudott volna. De tényleg, az egész bolygón erre nincs megoldás. Tehát ez olyan, hogy tehát hogyha a zsebedben nincs pénz, akkor nem tudsz venni dolgokat, érted? Jó? És ha hiteled sincs, akkor meg végképp se tudsz venni. Na most ezt csak példaként mondtam. Na szóval a lényeg az, hogy 2017-től már jósoltam ezt a dolgot, de azt láttam, hogy gond van, nagy gond van, csak szépen elodázzák. Tehát ami azt jelenti, hogy hát úgy próbálták mesterségesen elodázni a dolgokat, sikerült is egészen 2019 évvégéig, 2020 évelejéig sikerült ezt elodázni, de ott már, hát azt gondoljátok végig, gyakorlatilag 2,5 éven keresztül sikerült elodázni a dolgokat. Hát ugye akkor is mondtam, hogy ezt sokáig nem lehet elodázni, előbb-utóbb ebből gond lesz.
Na most, de ugye tanultak a 2008-as válságból, meg az előtte lévő válságokból, mert a válságoknál mindig voltak lázongások, akár forradalmak, forradalomszerű lázongások, nyilván a kormányok ellen, mert a lakosság mindig a kormányokat tette felelőssé a gazdasági válság ügyében. Na most, ugye azt is mondtam, hogy a történelem még olyan gazdasági válságot nem látott, mint amit ez a probléma fog okozni. Tehát ahhoz képest a mondjuk a 27-ben vagy 8-ban vagy 29-ben volt a világgazdasági válság, az ahhoz képest nudli volt, ami lesz, ezt jósoltam. Jó? Tehát, na most, tehát, de egyszerű, ez nem kell itt különösebb, mit tudom én, mikre gondolni, hát egyszerű tudás, érted? Tehát az a tudás, hogy az ember azt mondja, hogy ha van neked tized, és abból 15-öt költesz, és ezt rendszeresen mindig 10 jön be, és neked 15-öt kell költeni, akkor előbb-utóbb nagy bajba leszel. Világos ez? Ilyen egyszerű, ez egyszerű matek. Tehát gondoljátok végig, hogy a bolygó olyan mértékben, a bolygó lakossága és az államok olyan mértékben el vannak adósodva, hogy gyakorlatilag a bolygón nincs annyi vagyon, amilyen mértékben el van adósodva a bolygó. Érted? Na most akkor kérdezem, hogy kinek van eladósodva, kinek vagy a Föld, kinek van eladósodva? Mit tudom én, mondjuk a marsi bélieknek, vagy kinek? Érted? Kinek? Ha gyakorlatilag a Földön nincs akkora vagyon, mint az összes adósságállomány, érted? Akkor kinek vagyunk eladósodva? Hát gondoljátok végig. Tehát, hogyha nyilván ezeket a számokat nem tudják az emberek, nem néznek utána, nem jártak utána, nem foglalkoztak ilyen dolgokkal, nem ismerik azt a mondást, hogy ha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél. Érted? Stb. Stb. Mert ugye nagyon sok embernek és sőt, nagyon sok országnak több a hitele, mint a vagyona. És nem csak emberekről van szó itt, hanem cégekről is, ugyanez a cégeknél. Működnek a világban olyan cégek, hogy nagyobb a hitelállományuk sokkal, mint a vagyonuk. Érted? És gondolod, hogy sokáig lehet így működni? Na mindegy, én tudtam, hogy nem lehet, de nem csak én, hanem még sok gazdasági szakember ugye a Földön tudta ezt, csak azt nem tudtuk, hogy hogy lesz ez megoldva. Hát megoldva nem lett, de függöny mögé rakva lett, érted? Tehát be lett rakva szépen az egész a függöny mögé, és a függöny elé kiraktak olyan dolgokat, amivel az emberek nem tudnak semmit se kezdeni. Érted? Mi van a függöny előtt? Például volt 2 éven keresztül járvány a függöny előtt. Oké? Most pedig a függöny elé kiraktak egy háborút. Oké? Na most akkor gondolkozzatok egy kicsit, jó? Tehát azzal, hogy járvány van, az emberek nem tudnak semmit csinálni, nem? Mit tudnak? Hát azzal nem lehet forradalmat kirobbantani a járvány ellen, nem? Hát most hogy lehet a járvány ellen küzdeni? Van még puskával vagy pisztollyal sem lehet küzdeni a járvány ellen, nem? Hát az olyan dolog, hogy az ilyen, ez a tudod, tipikus, azt szokták mondani, ez a nesze semmi fog meg jól, tudod. Tehát azzal tényleg senki semmit nem tud kezdeni. Tehát az van, kész, az emberek nem tudnak semmit se kezdeni, és akkor onnantól kezdve lehetett mondani, hogy a járvány miatt van ez, a járvány miatt van az, a járvány miatt van nem ez, és nem más miatt, érted, ezt rá lehetett fogni. És mondjuk ez a fajta, amit műveltek a járványa kapcsolatban, az még rátett 2 lapáttal, nem egyel, hanem 2-vel. Erre a gazdasági jellegű problémára, oké?
Miért? Mert fogták ezt, országok leállították a termelést. Hát persze, hát persze, hogy rátettek kettővel, a két lapáttal. Na mindegy, akkor nézzük tovább. Tehát gondold végig, itt van most egy háború. Most látsz egy háborút. És mi van akkor, hogyha ez a... Én csak úgy kérdezem tőletek, jó, hogy gondolkozzatok el, tehát nem feltételezek semmit. Csak mondom, mi van akkor, ha például mit tudom én, a Putyin, a Biden, meg mondjuk az Európai Unió első számú egy-két embere megbeszélte azt, hogy csináljatok egy háborút. Mi van akkor? Mi van akkor, ha azt mondták, hogy az emberek nem számítanak, meghalnak, meghalnak, annál jobb, legalább kevesebben lesznek. Hm? És erre megint rá lehet fogni jó kis válságokat, meg mindent, meg pénzromlást, meg mindent, amit csak el lehet képzelni, érted? Az emberanyag nem számít. Hát van ember elég, amennyi meghal, meghal. Honnan tudod, hogy esetleg nincs egy ilyen forgatókönyv? Hát te elhiszed, hogy bármelyik kormányfő, bármelyik államelnök az emberekért van, mikor bebizonyosodott, hogy az elmúlt két évben, hogy egyáltalán nincsenek az emberekért? Hát honnan tudod, hogy nem volt egy ilyen forgatókönyv? Én se tudom, én csak mondom, hogy simán meg tudják csinálni. És gyakorlatilag azt csinálnak az emberekkel, amit akarnak, ha végig gondolod. És az egész. Honnan tudod azt, hogy az orosz oligarcháknak a bankszámláját zárolták? Azért, mert azt mondja a média. Honnan tudod? Tudod? Nem tudod. Azt mondom a média, amit akar. De én nem mondom, hogy nem zárolták, vagy nem zárolták. Én csak mondom, hogy te honnan tudod, hogy zárolták. Honnan tudod, hogy nem férnek hozzá a pénzekhez, és majd ezáltal Putyin ellen fordulnak? Honnan tudod? Hm? Senki nem tudja. Legfeljebb az, aki éppen egy orosz milliárdos, érted, hogy valamihez nem fér hozzá. Ő tudja azt, ki más. A másik milliárdos, ha neki is van ilyen problémája. Tehát az, hogy mit mond a média, honnan tudod, hogy ezek a szankciók, ezek komolyak-e? Honnan tudod, hogy például azt mondják, hogy ennyi-annyi repülőt, vagy ilyen-olyan hadianyagot küldünk a Ukrajnába. Honnan tudod, hogy küldenek? Láttad azokat a szerelvényeket, amin mentek? És át is mentek a határon. Láttad? Hát még olyat is lehet csinálni, hogy utazgatnak vonatokon ilyen hadianyagot, aztán azt hiszik az emberek, hogy viszik oda. És akkor látták az emberek, hogy átment azon a határon? Honnan? Honnan tudod? Hát ha az oroszok komolyan akartak volna foglalkozni ezzel a kérdéssel, akkor fogták, az 10 nap alatt lerendezik ezt az egész kérdést. 10 nap alatt úgy, ahogy van. Hát januárban volt egy óriási lázadás Kazasztánban, érted? És majdnem európányi ország Kazasztán területe, érted? Tehát mit tudom én, éppen néztem tegnap, Európa teljes területe az ilyen 4 millió négyzetkilométer, Kazasztán meg 2,7 millió négyzetkilométer, érted? Majdnem akkora, mint Európa. Legalábbis ez a jó része, érted? Na most, és oda mentek az oroszok, és egy hét alatt oda küldték az elitet, és egy hét alatt lerendezte, érted? Azt a bazi nagy országot megnéztem, 18 milliós ország. Tehát még a lakossága sem olyan kevés. Ez most volt januárban. Mondhatnánk azt, hogy hadgyakorlat. És, de oda az elitet küldték. Oké? És ide miért nem? Ha? Hát én nem tudom, hogy miért nem, csak úgy gondolkoz. Tehát az emberekkel ez a 800 ezer ember úgy játszik, hogy akar. Érted? Ez a minden tízezredik. Nem minden századik, minden tízezredik. Úgy játszanak, hogy akarnak. És te azt hiszel, amit akarsz. Hogy te mit hiszel, nekem ez tök mindegy. Te azt hiszel, amit akarsz, érted? Én is, neked is mindegy, hogy én mit hiszek.
Érted? Ennyi. Tehát én nem azt mondom, hogy ez így van. Én azt mondom, hogy így is lehet akár, nem? Tehát a feltételezés mindenben benne van, ebbe is. Hát most gondold végig, mit tudom én, mondjuk van egy egymilliós, több mint egymilliós hadserege a Putyinnak. Most abból meghal mondjuk akár 10 000 ember, hány százalék? Hát mi az? Semmi. Érted? És ugye a média, hallottam egy média szakembertől, hogy 2 hét alatt át lehet formálni az emberiség gondolkodását. 2 hét alatt. Érted? Nem egy ilyen kis szakember, egy nagy szakember mondta. Hogy a média segítségével 2 hét alatt át lehet formálni a gondolkodásukat az emberiségnek. Na most onnantól kezdve, hát gondolom, nem tudom, látjátok-e, hát olyan híreket nyomnak, amit akarnak, nem? Te azt hiszel, amit akarsz. A egyiket elhiheted, a másik nem. Hót ellentétes hírek is vannak, nem? Miért a izéné nem volt ugyanez a járvány idején? Nem voltak ellentétes hírek? Ugyanúgy voltak. Mutogattak olyan képeket, ami a járvány idején, ami egy múlt, mit tudom én, hány évvel ezelőtti kép volt, és az emberek Olaszországban, mikor vitték a koporsókat, érted? Az mit tudom, hány évvel ezelőtti kép volt, és azt tették ki a világba, a médiába, hogy tömegével viszik az embereket a hullaházba, a koporsóba, érted? Csak nem akkor, így van. Miért is most gondolod, hogy mit tudom, nem lehet azt megcsinálni, hogy mit tudom, hány olyan ház van, vagy volt mondjuk az elmúlt évtizedekben olyan ház, amit bombatalálat ért. Nem lehet olyat berakni a médiába, mintha az most lenne. Hát gondold végig. És akkor ugye lehet nyomni, hogy a lakosság ellen indult a támadás. Hát csak most mondtam példát, nem tudom, hogy van. Megmondom őszintén, nem is érdekel, hogy van. Miért nem érdekel? Mert nem hagyom, hogy befolyásoljon. Érted? Na az embernek van egy élete, most gondold végig, ha te azzal foglalkozol, hogy mi történik Ukrajnába, érted? Attól neked könnyebb lesz az életed? Hát biztos, hogy nem. Nem? Ugyanez volt. Ha azzal foglalkoztál, hogy mikor a járvány helyzet volt, járvány mizéria, azzal foglalkoztál, hogy mi van Angliában, meg Franciaországban, meg stb. Ausztriában akár, attól neked könnyebb volt az életed? Hm? Nem. Hát ha van egy alap dolog, az ember azzal foglalkozzon, amin tud változtatni. Például a szomszédnak van baja, tudsz rajta változtatni? Nem, akkor meghagyod a francba. Érted? Nem? Főleg, ha nem is kéri a segítségedet, meg a tanácsodat. Oké? Tehát az ember azzal foglalkozzon, amin változtatni tud, de az emberek nem ilyenek. Ez ilyen volt az ember, addig még nem volt ilyen mértékű média. Hát én nem láttam például azt, nem gyerekkoromban, hogy az emberek újságokat olvastak. Nem láttam. Tehát Szabolcsba, oda a ukrán határ szélére, tehát ott nem olvastak újságokat az emberek. Sőt, tévét sem néztek, mert az se volt. Ugye mikor volt először tévé, már az eszemet tudtam, akkor az egyik nagynéném, nagybátyám vett egy tévét. Senkinek nem volt másnak tévéje, még a környéken se. Érted? Mindenki oda járt hozzá tévézni. Ez már nem is későn volt, mert ez már a 70-es évek legeleje volt. Érted? Tehát a 70-es évek legelején még nem voltak szerte a világban tévék. Érted? Legalábbis Magyarországon, főleg vidéken nem volt. Hát én még visszaemlékszem arra, hogy
hogy nem volt áram se a nagypapánál, és petroleum lámpával világítottak, nem volt áram. Tehát ugye 68-tól jártam hozzájuk rendszeresen, és 68, 69, 70 környékén még ilyen helyzetek voltak ott, érted? De mit foglalkoztak ők valamit is a hírekkel? Hát amit híreket hallhattak, az a rádión. Már ahol volt rádió, az se volt minden lakásban. Így van, rádió se volt mindenkinek. Mennyivel felhőtlenebb volt az életük, gondold végig, nem foglalkoztak olyan problémával, ami nem érintette őket. Érted? Hát a világháború, vagyis nem világháború, de szomszédháborúval is akkor kéne foglalkozni, ha fejedre potyog a bomba, nem? Nem? Vagy rosszul gondolom? Hát nem? Hát most ott bombáznak, és akkor az az ő dolguk, nem a miénk, nem? És ebben jól mondja a miniszterelnökünk, hogy ebben nem szabad bele beavatkozni. Tehát teljesen. Teljesen egyetértek vele, hogy nem szabad beleavatkozni. Semmi közünk. Így van, semmi közünk hozzá. Hála Istennek, ahol magyarok élnek, ott semmi nincs. Hála Istennek. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy a testvéreinknél van probléma. Oké? Ukrajnában egyébként nem jellemző, hogy hunok élnek. Például Kazasztánban ott vannak ujgurok, csuvasok. Érted? Ami nem is kevesen, mert több százezer. Több százezer Kazasztánban. Érted? Aki rokon nép. De mi közünk van nekünk az ukránokhoz? Semmi. Nem? Hát nyugodtan legyél együttérző. Csak azt tudod, mit jelent? Az a félelem alatti szint. Tehát az rosszabb hangulat, mint a félelem. Semmi gond. Nyugodtan érez együtt. Mondom, de az a félelem alatti hangulat. Oké? Ha te azt akarod, hogy az életben bénán működj, tessék együttérzővé válni. Oké? És meg fogod látni, hogy az életedben mindent el fogsz bénázni. Oké? Ez most egy tanítás volt. Nem tetszik neked ez a tanítás? Sorry, mert te együttérző vagy, legyél, kit érdekel? Engem biztos nem. Oké? Engem az érdekel, hogy én nem akarok együttérző lenni, és nem is leszek. Világos ez? Mert más az együttérzés, meg az empátia. A beleérző képesség, érted? Beleérző készség. Hát most gondold végig, 16 vagy 17 óta mondom, de 17 óta biztos, hogy mondom, hogy dolgozz többet, és legyen tartalékod. Azt is mondtam, hogy mennyi. 3 évnyi tartalékod legyen. Nem véletlenül mondtam ezeket. Tehát onnantól, mikor bejött ez az egész, és láttam, hogy itt nagy, tehát beindult, ugye jósoltam is, meg be is indult, 17-ben, de akkor még ugye a lakosság nem látta. Onnantól rendszeresen mondtam, hogy legyen tartalékod. És 3 évnyi, és milyen 3 évnyi? Hát ugye azt mondtam, azt tanítottam, hogy annyi, amiből most éltek. Tehát, hogy ugyanazt az életminőséget tudjad biztosítani magadnak 3 évig. Érted? Az azért nem kevés, gondold végig. A legtöbb ember a füle botját nem mozgatta erre a kérdésre, aki ezt hallotta tőlem. Pedig sokan hallották, mert ezt erről a díjmentesben is beszéltem. Na most, mondom, egy olyan országban, ahol nincs háború. Érted? Most gondold végig, Ukrajnában nem kellett volna tartalékot képezni, és amikor azt látták, hogy az egész média arról szólt már hónapok óta, hogy az oroszok készülődnek, és akkor az egyik szakember azt mondta, hogy megtámadják, a másik szakember meg azt mondta, hogy úgyse támadják meg, nem kellett volna akkor már abban gondolkodni időben előre, hogy jó, hát ha itt készülődnek, akkor mi meg távozunk?
nem menekültként, hanem még akkor távozni, amikor még nem kell menekülni, érted? Az embernek nem akkor kell távozni, amikor menekülni kell, hanem amikor előre látja a bajt, érthető? De a legtöbb ember akkor kezd el menekülni, mikor már baj van. Ha bajban menekülni, nagy baj, érted? Hát az embernek előrelátó, ezt hívják, az ember képes arra, hogy előrelátó legyen, ezt úgy hívják, hogy előrelátás. Ha az ember előre látja a dolgokat, akkor időben lép, és akkor lép még, mikor nincs baj, érted? És mire bejön a baj, akkor azt mondja, hogy kit érdekel, hogy baj van, hát mert nem is ott élek, érted? Vagy legalábbis nem azt mondja, hogy kit érdekel, de sokkal kevésbé érdekel, mintha ott élnék, érted? És ez ebben a világban ez ilyen alapfeltétel, érted? Alapfeltétel az, hogyha úgy alakulnak a dolgok, akkor ezt a területet ott kell hagyni. Én nem hiszem, hogy valaki jobban szerette a hazáját, mint ahogy én szeretem, érted? Vagy szereti. De ha menni kell, akkor menni kell, érted? Miért akkor mennek el, amikor már baj van? Hát miért nem akkor mentek, amikor még nem volt baj? Persze biztos volt, aki már időben elment, hát de a többség elment. Hát dehogy ment el. Tehát azért van itt belül ez a szürke állomány, hogy használjuk, nem? Tehát az ember, nem, ez nem azt jelenti, hogy felkészül a legrosszabbra, de most gondold végig, ha valaki fogta volna és már a háború előtt odébb állt volna, vajon nem járt volna jobban, mint hogy így a háború alatt menekül el? Érted? Hát gondold végig, ha most ugye olyan blokkok is vannak, hogy a férfiakat mit tudom mi hány éves kortól, hány éves korig, biztos, hogy nem igazán engedik, hogy védjék a hazát. Hát és akkor mehetnek család nélkül, akkor meg mehettek volna családdal. Hát most gondold végig, mit tudom én, mondjuk egy nő 2-3 gyerekkel mi a manót kezd idegenben? Ja, majd segélyből megél. Hát az aztán biztos egy király megoldás. Pedig ezek tényleg menekültek, nem olyan, mint az arabok meg a négerek, érted, akik jöttek migránsként ide, mert azok emigránsok voltak, ami azt jelenti, hogy sőt, nem is emigránsok, mert az egy rossz kifejezés, bevándorlók. Tehát a feketék meg a barnák azok meg lett fiatal férfiak, tehát termőképes férfiak, jöttek családot alapítani fehér nőkkel. Tényleg ezért jönnek? Hát nem másért. És tudod, mit akarnak utána? Drága fehér nők. Azt akarják, hogy visszavigyék majd oda a Bádogviskóba. Érted? És akkor majd, mit tudom én, mondjuk kecskér vagy tevér eladják. Tudjátok, hány olyan emberről hallottam, nőről, aki hazamenekült, mikor kivitte a férje? Tehát itt Európában hozzáment, utána kénytelen volt kimenni a férjével, és utána úgy kellett a konzulátuson keresztül hazamenekíteni. És nem egy ilyenről hallottam, és ez nem médiából hallottam ezeket, hanem vagy közvetlen ismerőstől, vagy közvetett ismerőstől hallottam. Érted? Tehát ők jönnének, hát én voltam kint többször, ugye az araboknál nyaralni voltam, és láttam, hogy hogy oda vannak a fehér nőkért. A fiatal arab férfiak. Hát azoknak tetszik, és jönnek házasodni. Nem más, ők nem dolgozni akarnak itt. Ők azt akarják, hogy itt beházasodnak, utána meg visszaviszik oda. Így volt mindenkivel, aki itt beházasodott, arabként idejött, vagy négerként idejött, egy idő után nyilván tisztelt volt a kivételeknek, akik itt maradtak, a többség az hazament. Hát hazament a rokonaihoz, családjaihoz. Hát most gondold végig, lehet, hogy te egyke vagy, mint én, lehet, hogy van egy-két gyerek, testvéred, érted? Nem valószínű, hogy sokkal több. Hát gondold végig, nincs neked olyan családszereteted, mint ahol 6-8 gyerek volt.
Érted? Azt tuti. Tehát ahol 6-an, 8-an voltak testvérek. Tehát ők sokkal jobban ragaszkodnak egymáshoz. Ezért fogja, bejön Európába, megszerzi a fehér feleséget, utána meg kiviszi. Azt beviszi, alapít egy háremet. Nem vicc, ez komoly. Mert ugye azokban az országokban mindenütt lehet. Ugye az iszlám megengedi a háremet. Ahol semmi gond nincs. És akkor ugye egyszer csak azt tapasztalja, hogy már mellette van másik feleség is. Meg egy harmadik. Nem vicc, ez komoly. Főleg, ha egy kicsit tehetősebb. Itt megszedi magát a segélyekből az arab, vagy a fekete, azt hazaviszi, érted, a mondjuk jó pénzért eladja. Nem vicc, komoly. Simán eladják. Simán eladják a feleségüket. Jó, már az akkor tudtam ezekről a dolgokról, amikor még nem is voltam nős. Mert volt egy olyan barátom, aki tengerész volt. Akkor még volt magyar tengerhajózás. És ő magyar tengerhajózáson hajózott, és ugye járták az arab világot is a magyar hajók. A magyar hajó kereskedelmi flotta. És ő megtapasztalta, és ő mesélgette nekem, mikor hazajött, hogy milyen világban, jó, aztán utána már nem ment ki, de milyen világban odakint. Érted? Már akkor mesélte. Ez nem most volt, hanem 40 évvel ezelőtt, igen. És most gondolod, jobb a helyzet? Azért, mert kirobbantottak forradalmakat az amerikaiak, érted, és azt hiszed, most jobb a helyzet. Hát addig legalább voltak ugye szigorú szabályok ezekben az országokban. Most, ahol ugye demokráciát hirdettek ezekben az országokban, hát elszabadult a liberalizmus. Azt hiszik, hogy mindent szabad. Hát persze, de hát a liberalizmus meg a káosz az csak egy paraszthajszál választja el. Semmi több. No. Szóval, lényeg az, hogy gyönyörű szép világban élünk, nem? De itt egy kérdés van. Nem az a kérdés sose, hogy mi zajlik a világban. Egy kérdés fontos. Mi zajlik otthon? Otthon nálad. Ez a kérdés. Érted? A többi az nem kérdés, hogy a világban mi zajlik. Az a lényeg, hogy otthon mi zajlik. Érted? Meg lehet azt csinálni, egy olyan világban élünk, ahol az emberek figyelme az külső világ, és tök elromlik az otthoni lét. Mert az otthoni létre már nem jut figyelmük. Érted? Mert mit csinálnak mondjuk? Hát nézik a híreket. Hogy milyen új hír jött mondjuk Ukrajnáról. Érted? És akkor már azzal is ijeszgetik az európai embereket, hogy lehet, hogy lesz egy második háború itt Európában, nem tudom, hallottátok-e? Nem világháború, második háború. Az ukránon kívül. Nem Moldova, nem. Hanem van egy ország itt a szerb, mit tudom én, micsoda. Nem a Koszovó. Szerb, Montenegro, Szerbia, Montenegro. És onnan a szerbek ki akarnak válni. És most ott jelenleg még I4 erők vannak, mióta ez a szétválás volt. És most az amerikaiak küldtek oda csapatokat, nem nagy létszámmal, valami 500 vagy 700 főt, vagy valami ilyesmit. Hát, hogy ha ne megakadályozzák ezt a... Így van, ezeket a dolgokat. Vagy föltuningolják, így van. Érted? Na most... Az ugye Szerbia után van az az ország. És mondom, ott is gondok vannak, mert a szerbek ugye nagy létszámban élnek abban az országban, és egyszerűen ki akarnak válni. Utána tudsz nézni a hírekbe egyébként, ezt most figyeltem föl rá, mert én csak úgy szoktam, hogy van nekem egy, ugye én a portfóliót nézem, tehát a portfólión, és a portfólión vannak a hírek. És csak a hírek címeit nézem,
És ami nagyon érdekesnek tűnik, arra kattintok csak rá. De nem minden nap nézem, most ne értsétek félre, hanem tudom én, régebben hát, olyan, mit tudom, havonta egyszer-kétszer ránéztem, most azért egy kicsit sűrűbben ránézek. És akkor lehet, hogy egy kicsit visszafelé is nézem, mert vissza lehet menni bármeddig a hírekben. És akkor nézegetem. Tehát én úgy láttam mindig, ugye most már onnan nézek híreket elég régen, tudom én, vagy 5 éve, és úgy látom, hogy ott még viszonylagosan olyan van, ami még el is lehet olvasni. Tehát olyan hírek. Jó? Na most ez nem a reklám része volt egyébként, csak úgy említést tettem. Na, de nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy hát gondold végig, hogy mi folyhat a színfalak mögött. Nem tudhatod. És ugye, ha te foglalkoztál összeesküvés, nem létező összeesküvés elméletekkel, akkor tudhatod azt, hogy milyen háttérhatalmi tervek léteznek, mit tudom én, 100 éve, és ha azokat elolvasod, akkor most azt a világot éljük. Érted? Hát akkor most az elgondolkodik az ember, akkor az miért mese, ha egyszer leírtak dolgokat, és most az van. És abban benne van a népességcsökkentéstől kezdve minden. Benne van. Persze, amit tagadnak, persze. Gondoljátok végig. És mit fogsz tenni? Mert az a kérdés mindig, hogy ha olyan, az a baj, hogy az emberek ehhez nem szoktak hozzá. Nem baj az, ez jó, hogy nem szoktak hozzá az emberek, érted? Ahhoz, hogy baj lehet. De most egy olyan világot élünk. Tehát, hogyha foglalkoztál volna gazdasági területtel, mint én, akkor te is tudnád, hogy nagy gubanc van a világban. És máshol is gubanc lesz, mert Kínában is gubanc lesz a népességrobbanás nemzedékenek a problematikája, mert ott is volt születésszabályozás. Nem csak nálunk probléma, jövőben ott is lesz, de az ő dolguk. Tehát élünk egy világban, a legtöbb ember álomvilágban él, azt gondolta, hogy úgy élheti le az életét, mint esetleg a szülei, érted? Nem mondom, mint a nagyszüleim, azok megéltek 2 világháborút, érted? De az annyira nem volt jó, de mondjuk, mint tudom én, 56-tól, ahogy el lehetett élni. Azért ugye ilyen 57-től azért nem annyira rossz volt éldegélni itt Európában, ha megnézzük. Jó, szóval lényeg az, hogy mi lesz veled, ez a kérdés. Mi lesz veled? Mit csinálsz? Mit teszel akkor? Valamilyen szinten felkészülsz arra, hogy mi lesz, ha valami van? Hogy időben tudjál lépni. Na most mondok dolgokat. Ugye ez a gazdasági válság, ez a burkolt gazdasági válság, mert ugye a figyelem az nem a gazdasági válságon volt már 2 éve, hanem a Covidon, most meg a háború. Érted? Tehát a Covidot nem lehetett évekig tartani, mert ugye minden csoda 3 napig tart, tehát itt nem 3 napig tartott, hanem majdnem 2 évig. Jó, tehát tovább nem lehetett azt húzni, valami új dolgot ki kellett találni, ki is találtak, csináltak egy háborút. Egy olyan háborút, ami lezajlathatott volna akár 7-10 nap alatt, nem zajlik le, hanem jó hosszú lesz, nyilván még jobban lehet félemlíteni az embereket, de ez mondom csak feltételezés, nehogy azt higgyétek, hogy nem kell rám hallgatni, semmi gond nincs ezzel, úgy csináljátok az életeteket, ahogy akarjátok. Tehát, de gondold végig, hogy ez mit okoz. Hát ha nézed egy kicsit a gazdasági híreket, én ezért nézem a portfóliót, mert abban a gazdasági hírek is vannak, a többi hírportálon nem igazán, és meg tudod nézni, hogy például mennyit romlottak a valuták. Érted? És akkor lepetézel rajta, szó szerint, érted, hogy mennyit romlottak pár nap alatt, vagy pár hét alatt. Érted? Szó szerint. Kiakadsz rajta, mint az inga óra. Ha nincs elég pénzed. Miért? Mert az azt jelenti, hogy ez tovább gyűrűzik. Mit fog tovább gyűrűzni? Mindenbe. Élelmiszerbe,
mindenbe begyűrűzik, amit csak vásárolni fogsz, mindenbe begyűrűzik a nagymértékű pénzromlás. Az azt jelenti, hogy a pénzed vásárló értéke az rohamosan csökken. És ezzel elérik azt, tehát mi a fő cél, összeesküvés elméletről beszélek, az a fő cél, hogy legyen egy 500 millió ember a bolygón. Ez a fő cél. Érted? Maximum. Tehát maximum. Az azt jelenti, hogy a többinek meg kell halnia. Az összeesküvés elméletben ez van benne, a többi. Hogy lehet meghalnia? Ha leginkább. Hát ha éhe halnak, nem? Hát úgy. És nem azért kell éhe halni, mert nem lesz élelmiszer, hanem azért, mert nem fogják tudni megvenni. Érted? Ez nagyon durva, azért gondold végig. Tehát lehet, hogy azt gondolod, hogy hú, milyen jó jövedelmed van, milyen jó nyugdíjad van, stb. Stb. Hát jó, de az most az elmúlt két évben, az annak a vásárló értéke minimum 40%-ot csökkent. Érted? Vagy lehet, hogy még nem érzékeled, mert ilyen stopp van, üzemanyag árstopp, meg ilyen amolyan stoppok vannak, meg energia stopp, energia árstopp, meg ilyenek. És mi lesz utána? Ha? Tehát végtelenségig nem lehet húzni. Ugye előre mondtam azt, hogy vannak ezek a kedvezményes hitelek, hogy azt nem fogják tudni tartani. Már szó van róla, hogy nem fogják tudni, de hivatalosan már a médiában megjelent, hogy nem fogják tudni tartani ezeket a kedvezményes hitel dolgokat, amit beígértek. Hát én ezt előre mondtam, hogy nem lehet tartani, meglódul az infláció, nincs olyan, hogy tartják a hitelt, mármint a kedvezményes hitelt. Ilyen nincs. Ami azt jelenti, hogy törlesztő részlet az megugrik, nyilvánvaló. Hát most gondold végig, hogy tudom én mondjuk egy kereskedő elad mondjuk egy, csak most mondtam nagyon egyszerű, 100 ezer forintos tévét, érted? 100 ezer forint részletre, és akkor mit tudom, mire visszafizeted, visszafizetsz neki 75 ezer forintot. Hát biztos jó buli lenne neki, nem? Nem annyit fizetsz vissza, mert visszafizetted a 100 ezeret, csak 75 ezeret ér. Érted? Hát gondold végig, akkor az összes kereskedő lehúzhatja a redőnyt. Mert biztos annyira szeretik a vevőket, érted, hogy ezt megengedik nekik. Annak ellenére, hogy ő tönkre megy. Érted? Hát most sorban ugye mit érnek el ezzel az egésszel? Most azt érik el, hogy a kisebb üzletágak, de nem a kisebb üzletágak, a kisebb üzlet tulajdonosok, azok csődbe mennek, simán. Tehát sorban már a két évben is nagyon megritkult a kisebb üzleteknek a száma, kisebb vállalkozások, kisebb üzletek száma, most még jobban meg fog ritkulni. Tehát gondold végig, a Covid alatt ennyit hirtelen nem romlottak a pénzek, hirtelen, mint amennyit most romlanak. Oké? Tehát például, mit tudom én, csak mondok példát, Ukrajna, meg Oroszország, a két egyik legnagyobb buza exporter, az első és másodikok, azt hiszem. Tehát az elsők között vannak mindegy. Azt hiszem az oroszok talán a legnagyobb. Igen, ők az elsők. De ha háború van, akkor azt mondják, hogy hát tartjuk magunknak, nyilván, meg olyannak adjuk el, aki meg is fizeti az árat. Na most... Ráadásul ugye a Kazasztán is az egyik legnagyobb buza exportőr a világon, és ugye az meg teljesen orosz párti.
Jó, nálunk a buza nem kérdés, mert tényleg az egy jó ötlet, hogy nem szabad exportálni, hanem itthon kell felhasználni. Azzal semmi gond. Ugye régen élelmeztük fél Európát. És buzába Európa elsők voltunk, export, buza exportba. Hát ugye már nem vagyunk ilyen előkelő helyen, mint a szocializmusban, de hát még nyilván, ha exportálni tudunk, akkor van elég buzánk, nem? Tehát, de gondoljátok végig, hát itt nem csak a buza a kérdés, a gáz, a kőolaj, stb. Stb. Bármi. A nyersanyagok. Hát hallottam egy értekezést erről, hogy, hogy ugye van ez a ipari vonal, ez a, ott kezdődik, hogy Lengyelország, Németország, Franciaország, hogy ott rengeteg ipari termék, Európa legnagyobb ipari termelése ebben a három országban folyik. És ugye hallottam egy ilyen értekezést, hogy annak a 70 vagy 80% a nyersanyagnak Oroszországból jött. Ezekbe az országokba. Na most gondoljátok végig, hogy akkor nem lehet, hogy színjáték? Tehát a fegyvereket küldenek az oroszok ellen, meg mit tudom én miket, meg szankciókat, meg stb. Pont, mint tudom én, németek, meg a lengyelek. Akkor, akkor nem az lenne a válasz, akkor meg ezt kaptok nyersanyagot, nem? Hát de nem ez a válasz. Hát mi van a függöny mögött? Érted? És mi van a függöny elé kirakva? A függöny elé az van kirakva, hogy ne gondolkozz. Hallgasd a híreket, és fogadd el úgy, ahogy van. De gondolkozz, ne gondolkozz. Ez van a függöny elé kirakva. Nem kell nagyon gondolkodni ezeken a kérdéseken. Inkább csak annyi, hogy át kellene látni. Oké? Tehát itt semmi másra nem szól ez a történet. Nagyon úgy fest a dolog. Ha arról, hogy az emberek meghaljanak minél hamarabb. Hát de miért kell meghalni? Hát gondold végig. Hát először is meg kell halni, ezt nem én mondom, most ne, nehogy rám vetítsétek ezt a dolgot. Meg kell halni az időseknek, mert azok nem termelnek a nagy része, érted? Hát haszontalanok, persze. Nem? Utána betegeknek is, persze, a szociális segélyben részesülőknek is meg kell halni. Nem? Hát ez a logikus, gondold végig. Nem az én fejemben, hanem az övékében. És mit kell ahhoz csinálni, hogy ez megtörténjen? Hát van egy, nehogy azt higgyétek, hogy a, az állami vezetőknek nincsen egy olyan felettesük, ami, ami adja az ukázt. Egy, kettő. És nincsen nekik, ezeknek az hatalmon lévő, nem tudom, 800 ezer embernek, nincsenek pszichológusok, akik meg pszichiáterek, akik tanácsokat adnak az emberi elme működéséről. Hát csak az a baj, hogy én megismerem az emberi elme működését. Ja, és legalább annyira átlátom, mint ezek. És lényeg az, hogy tanácsot adnak, hogy hogy kell az embert manipulálni. És mi kell ahhoz, hogy egy ember magától meghalljon. Érted? Hát gondold végig, mit tudom én, ezen a 20-valahányban történő, 1920-valahányban történő világválságban, hát ugráltak ki a, mit tudom, a hanyadik emeletről, a tőzsdének, a tőzsde épületének a hanyadik emeletéről az emberek. És hány ember öngyilkos lett, mert hogy összeomlottak a tőzsdék. Gondold végig, hát maguktól megcsinálták ezeket, olyan állapotba jutottak, hogy fogták, azt megölték magukat. Érted? De egész világban ilyen sok-sok-sok ezer ember, érted? Hát Magyarországon is megnézed, európai, mit tudom, elsők vagy ott vagyunk a spiccen az öngyilkosoknak az aránya. Tehát, de ez nem csak azt jelenti, hogy öngyilkos lesz az ember, tehát nem csak úgy lesz öngyilkos az ember, hogy a saját életét kioltja,
hanem úgy is öngyilkos lesz az ember, hogyha hagyja magát, hogy levigyék a hangulatát olyan szintre, ahol azt, tehát egy ember akkor hal meg, ha nincs értelme tovább az életének. Világos ez? Tehát, hogy eljusson oda, hogy az ő életének mi értelme van, nincs értelme az életének, és akkor szépen viszonylag rövid időn belül meghal. Miben? Hát valamilyen betegségben, vagy bármi másban. Érted? Vagy éppen egy figyelmetlenségben, hogy nem figyel oda, azt balesetet szenved, amiben meghal. Érted? Tehát egy olyan ember, aki jó állapotú, az nem szenved balesetet. Oké? Főleg nem olyat, hogy meghaljon. Szóval ezzel gyönyörűen el lehet érni, hogy az emberek féljenek, figyeld. Ha azt akarják, hogy a világ másik felén is fogyjanak az emberek, akkor ott is létrehoznak egy háborút. Nem azért, hogy meghaljanak sokan közvetlen a háború következményében, hanem a közvetett következménytől halnak meg. Érted? Tehát a közvetett, nem a közvetlen következménytől. Hogy a háborúban, mit tudom én, eltalálja egy golyó, azt meghal. Nem. Hanem azáltal, mert nem is ott folyik a háború, hanem azáltal, hogy elérték, hogy féljen. És elérték, hogy hát minek az élet. Hát most gondold végig, figyelem a fiatalokat, de valamilyen szinten belegondolok, én is így működtem annak idején, amikor fiatal voltam. Tehát milyen fiatalra gondolok? Ezek a, akik kirepültek az iskolából, vagy éppen egyetemen járnak. Ami azt jelenti, hogy ilyen a 20-as évek elején lévő fiatalokról van szó. Azoknak a nagy részének mi a legfontosabb? Buli, szórakozás. Érted? Tehát mondom, nekem is ez volt annak idején, de nem mindenáron. Tehát nem mindenáron. És azért az életünkben haladtunk előre. És azért ugye én megnézem, azért 35 éves koromban én elkezdtem vállalkozni. Érted? Tehát addig nem is, de addigra elkezdtem vállalkozni. És rá pár évre már csak a vállalkozásból éltem. Tehát ezt most miért mondom? Mert gondold végig, ha valaki azt gondolja, hogy neki csak az az értelme az életének, hogy bulizzon, akkor előbb-utóbb meg fogja unni a bulit. Érted? Vagy mit csinál akkor, hogyha már nem bulizhat, mert mondjuk van gyereke? És már nincs olyan viszonya a szüleivel, vagy esetleg olyan távolságban laknak a szülőktől, hogy a szülő nem tud vigyázni a gyerekre. És ők nem tudnak menni bulizni. És akkor az a jó megoldás, amit velem csináltak a szüleim annó annak idején, hogy hát akkor igaz, hogy voltam vagy 2 éves, érted? Vagy másfél, nem is tudom, hát 2 éves. És ott hagytak egyedül éjszakára, simán a házba. Érted? Egyedül, hajnalig, simán ott hagytak. Elmentek szórakozni, minden szombaton ezt csinálták. Ez lenne a megoldása? Biztos, hogy nem ez. Tehát az lenne a megoldás, hogy 2 éves korra visszaemlékezzen a gyerek, hogy a szüleim mit csináltak vele. Érted? Nem hiszem, hogy ez a megoldás. A legtöbb ember hol emlékszik vissza 2 éves korára? Sehogy. Ugye általában olyan 5-6 éves kortól kezdenek emlékezni a múltra az emberek. Na most ugye de miért mondom ezeket a dolgokat? Hát mert itt nálunk lehet ezekről mind tudást szerezni. Tehát, hogy egyáltalán mi az értelme az életednek? Ránéztem az órára, rendesen elment az időm. Tehát itt vannak ezek a területek az életedben. Nem ez. Ezek a területek. Tehát ez azért kell, hogy jól tudjál bánni, hogy tudjad a küldetésedet teljesíteni.
mit, milyen küldetéseden, amiért ide születtél. Mert az a baj, hogyha ezekkel nem tudsz jól bánni, akkor ez elviszi a figyelmedet, és nem tudod a küldetésedet teljesíteni. Érted? Tehát minden embernek van egy küldetése, ami a leszületésében benne van. És minden embernek meg lehet nézni, hogy ő neki mi a küldetése, és azt is meg lehet nézni, hogy mi az a feladat, amit neki végeznie kellene ahhoz, hogy azt a küldetését minél hamarabb tudja teljesíteni. És de a küldetés, hála Istennek, egy olyan dolog, hogy azt sose tudod befejezni. Érted? Tehát nincs olyan, nem olyan, mint bármilyen eddigi célt, amit ismertél, hogy annak vége van. A küldetésnek sosincs vége, a küldetésnek a haláloddal van vége. Slussz. Ezáltal az embernek, ha mondjuk 25 éves korában már elkezdi a küldetését teljesíteni, és akár 125 évig él, akkor 100 éven keresztül tudja teljesíteni a küldetését. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát neked van egy küldetésed, és nem tudod, hogy mi az. Nem kéne tudni. És ha ezeket rendbe rakod, akkor tudsz a küldetésedben haladni. Ami azt jelenti, hogy sose lesz olyan, hogy úgy érezd, hogy neked nincs dolgod. Érted? Ugyanis az ember, az imént említettem, akkor hal meg, amikor azt látja, hogy nincs értelme tovább az életének. Érted? Na most gondold végig, ha az embernek van küldetése, amit bármeddig lehetne csinálni, akkor elég hosszan van az embernek életének értelme. Világos ez? De felőlem te úgy éled az életedet, ahogy akarod. De azt meg fogod tapasztalni, én ezt garantálom. Hogyha ezekkel te nem bánsz jól, amit itt felsoroltam, akkor nem leszel, nem fogod magad jól érezni a bőrödben. Ez biztos. Ez 100%. Majd emlékezz rá, mikor nem érzed jól magad a bőrödben. És azért nem érzed jól magad a bőrödben, mert ezekkel nem tudsz bánni, és nem tudsz koncentrálni a küldetésedre. Érted? Tehát én azt szeretném, hogy te tudja koncentrálni a küldetésedre, hiszen ezért jöttél le a földre. Érted? Ezért vagy most ebbe az emberi testbe, amiben vagy. Ezért születtél abba a családba, ezért éltél meg azokat az élethelyzeteket, amit megéltél. Hogy tud teljesíteni a küldetésedet. De ahhoz mondom még egyszer, van egy olyan világ, hogy elérjék, hogy erre ne figyelj. Elérjék, hogy ezzel ne tudjál bánni, és te minél hamarabb meghalj. Ezzel szembe azzal lehet menni, hogy te megismered a küldetésedet, rendbe rakod ezeket a dolgokat, érted? Hogy tudjad, minél jobban rendbe raktad, annál könnyebben tudsz a küldetésedben haladni. Világos ez? Tehát nem azt jelenti, hogy ha már teljesen rendbe raktad, akkor elindulsz, nem. Amint az ember a küldetését megismeri, elindul azon az úton. De így fogsz haladni. És ahogy ezeket rakod rendbe, úgy egyenesedik ki az utad. Világos ez? Mert mindig a probléma az oldalra rángat, eltérít az egyenestől. És amikor már nincs eltérítés, na akkor tudsz haladni a küldetésed felé. És ha jobban megnézed, vagy megnéznénk a küldetésedet, tudja, hogy benne van, hód biztos, hogy benne van, hogy tenni nagyon sok emberért valamit, hogy egy jobb világ jöjjön létre. Érted? Ezt nem kell elhinni, én tudom, hogy így van. Na most, onnantól kezdve, gondold végig, nem szép dolog tenni az emberekért? Vagy az jobb, hogy csak csiránkozunk a, mit tudom én, a menekültökön, vagy azokon, akik meghaltak, stb. Stb. Az a jó? Gondolkozzatok, jó? És ha úgy látod, hogy
szeretnél a küldetésed irányába haladni, pont ilyen képzésünk van most ugye a következő szünet után, akkor részt tudsz venni. Jó? Ez a díj, ez nagyon kedvező. Hát gondold végig, most akciósan el tudod kezdeni 19.700 forintért, és a második hónaptól már csak 9.800 forint, és ezt gyorsan elkezded, akkor még árgaranciát is kapsz, pedig ugye olyan áremelések vannak itt körülöttünk, és mi tudom, 4 éve vagy hány éve nem emeltünk árat. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!